Mesét mondok, vagy inkább történetet a szerelemről, testvériségről, bölcsességről, és persze a varázsfuvoláról. A varázsfuvoláról, amely megóv, megsegít a legnagyobb vészben, megszünteti az emberi szenvedést, a szomorúak jókedvűek lesznek tőle, a rosszak letesznek gonosz szándékukról, és szívük megtelik nemes érzésekkel. A varázsfuvoláról, ami az emberi boldogságot és a megbékélést terjeszti. Messze-messze napkeleten élt egyszer egy bölcs és igazságos király, népének jótevője. Birtokában volt a tündökletes varázshatalmú napkör. Ennek ereje védte őt és országát minden veszedelemtől, minden ellenségtől. Felesége, a királyné, híres volt szépségéről, de kemény szívében gőg és nagyra vágyás lakozott. A jó király sokat búslakodott emiatt, de mindig megvigasztalódott, ha bájos és tiszta szívű leányára, Paminára nézett. Őt kicsiny korától oktatta minden szépre és nemesre, és a lány lelkében megfogamzott a bölcs tanítás. Történt egyszer, hogy egy nagy vadászat alkalmával a király eltévedt a hegyekben. És amikor heves vihar tört rá, egy hatalmas, ezeréves tölgy lombja alatt talált menedéket. A tölgy egyik ágából vadászkésével fuvolát faragott a király, és amikor belefújt, csodák csodája, egyszerűen otthon találta magát szeretett leánykája oldalán. Igen, varázshatalma volt a fuvolának. Mindenki boldogabb és jobb lett a varázsfuvola hangjaitól, csak a királyné szívén nem fogott a bűvös erő. Király országának határainál, a járhatatlan tűzhegy túlsó oldalán állott egy gyönyörű szentély. Bölcs és nemes szívű férfiak, Ízisz és Ozírisz papjai éltek ott, akik életüket nagy és nemes célnak szentelték. Azon fáradoztak, hogy bölcsességgel elűzzék a babonákat, és hogy az embereket a szeretet nevében
a boldogságra vezéreljék. A nemes szövetség élén a legbölcsebb férfiú Sarastro főpap állott. A jó király tisztelte ezt az embert, és amikor érezte, hogy földi útja hamarosan véget ér, magához kérette és így szólt hozzá. Közeledni érzem halálomat, Sarastro barátom. Én népem javára éltem, de félek, hogy kemény szívű királyném nem ezt az utat fogja járni. Legfőképpen az én tiszta lelkű leányomat, Paminát féltem az ő közelségétől. Arra kérlek, vedd magadhoz a leányt, nevel tovább te őt a bölcsesség és a szeretet szellemében. Rád bízom a varázshatalmú napkört is. A ti testvériségetek bizonyosan nemes célra használja fel az erejét. Úgy lesz, ahogy kívánod, királyom, felelte Sarastro. A király halála után Sarastro titkon magával vitte Paminát, a lány pedig idővel gyönyörű és nemes lelkű hajadonná serdült az ő atyai gondoskodásával. Alig hunyta le szemét a jó király, a gonoszság erői elszabadultak az országban. Gyűlölet, nyomor és viszály fakadt a királynő minden tette és minden lépte nyomán. Éj fekete lelke miatt csak így emlegették alattvalói. Az éj királynője. Megtudta a királynő, hogy lányát Sarastro vette magához, és ezért vadul meggyűlölte a főpapot. Nagy hadsereget küldött a szentély ellen, de a napkör hatalma megvédte a Szentligetet, és a katonák megszégyenülten kullogtak vissza a határról. Ekkor a királyné egy festővel arcképet készítetett Pamináról, és úgy gondolta, hogyha egy bátor ifjúnak ígéri a szép leány kezét országával együtt, akkor rábírhatja a daliát, hogy Sarastro ellen induljon. Így kezdődik a mese, ami jó 200 évvel ezelőtt született, amikor még Pest-Budán nem volt sem operaház, sem Erkel színház. Akkoriban élt Bécs városában egy színész énekes, úgy hívták, hogy Emanuel Schikaneder. Az osztrák főváros külső negyedében színházat igazgatott, és maga játszotta a főbb szerepeket. Vándor színész korában sokszor járt Magyarországon is, és Ausztria több városában. Így ismerkedett meg Salzburgban a Mozart családdal. Barátságot kötött fiúkkal, Wolfgang Amadeusszal, a nagy tehetségű ifjú zeneszerzővel. Amikor bécsi színházát kezdte unni a közönség, azon törte a fejét, hogyan csalogathatná vissza őket. Ekkor eszébe jutott Salzburgi barátja, és felkérte operaírására. A 35 éves zeneszerző Wolfgang Amadeus Mozart elfogadta a felkérést és munkához látott. Akkoriban a bécsiek rajongtak a keleties tündérmesékért, ezekben a főhős valami bűvös eszköz segítségével behatol egy gonosz varázsló birodalmába, és kiszabadítja az ott fogvatartott királylányt. Tetszett a mese a közönségnek, mert a gonosz megbűnődött, és a jók elnyerték jutalmukat. Schikaneder új elemekkel gazdagította a történetet, Mozart pedig olyan pompásan jellemezte zenéjével a szereplőket, hogy az operából hamarosan kassza siker lett. Ezt ő már nem érhette meg, de Schikaneder vagyont szerzett belőle. Musica
halljátok? Az éj királynője? Milyen emberfeletti magasságban énekel? Ez a koloratúr szoprán. Különleges énektudást igényel, mert szólamában sok gyors tempójú hangzatfelbontás, cifrázat, díszítés van. Amikor a legmagasabb hangokat énekli, sokszor olyan, mintha a fuvola szólna, vagy csengettyű. A főpap Sarastro a szépség, jóság, igazság megtestesítője. Szerepében ő a másik véglet, a legmélyebb emberi hangon basszusként szólal meg. Tamino, ifjú herceg, a legmagasabb férfi hang tulajdonosa, tenor. A legnemesebb érzések hordozója, szelíd, lágy hangon énekel. Ő lírai tenor. Tamino sok-sok akadályt győz le azért, hogy elnyerje szerelmét Paminát, akibe már képének megpillantásakor beleszeretett. És most elevenedjen meg a festmény, halljuk Paminát. Ő az éj királynőjének lánya, aki nem érti anyja régi sérelmekből származó gonosz indulatait. Sokkal szelídebb nála, békességre és szeretetre vágyik. Lírai szoprán. A mesékben, ha bár tudjuk, a végén minden jóra fordul, időnként szomorú pillanatok is vannak. De félre a szomorúsággal, jön Papagéno, a mindig vidám, kicsit furcsa madárember, aki bariton hangon, középférfi hang a tenor és a basszus között, így mutatkozik be. Az erdőt járva sípolok, így élni hely, de vindolok, a fűzvasítól ismer meg, a férfi nős, a kisgyermek. Hát miért ne volnék végleg én a sok madárba mindennyi? Papagéno is,
látva Tamino és Pamina egymásra találását, nagyon szeretne társa lenni, és ez végül sikerül is neki. A latin nyelvekben gyakran ugyanaz a név szolgál a férfi és a nő számára, csak más végződéssel. Papagéno párja tehát, Papagéna, szopránő is, de nem koloratúr. Monosztátusz a szerecsen, nem csak a bőre, a lelke is fekete. Rabszolgák élén vigyáz a fogvatartott Paminára, és szeretné, ha az kegyeibe fogadná. Tenor hangja gyors beszédével párosulva nem teszi igazán rokon szembessé. Már megszegszik az élet, csókos suttog ideleg. Én megszívne már a lélek, csúna tint a színemet, csúna tint a színemet. Csak nekem ne lenne párom, vér az volna bennem is, vér az volna bennem is. Sokra vágyom minden áron, ó, a fájt még sírva visz, ó, a fájt még sírva visz, ó, a fájt még sírva visz. Külön jelentősége van az operában, mint a mesékben, a hármas számnak. Három udvarhölgye van az ékirálynőjének, és három fiú segíti a boldogságkeresőket Sarastro birodalmában. Három ünnepélyes akkord vezeti be a művet. Amit most hallunk, az opera nyitánya. A színpad sötét, a nézőtéri fények elhalványulnak, mi pedig elfelejtünk mindent, ami aznap történt velünk, és szép lassan megérkezünk az éjkirálynőjének birodalmába. Kezdődjék tehát a történet. Tamino, a délceg és ábrándos szívű királyfi, magányosan vadászni indult az erdőbe, országának határa közelében. Eltévedt, és már minden nyilát kilőtte, amikor egy félelmetes sárkány kígyó vette üldözőbe. Menekült a királyfi, futott és futott, míg csak el nem hagyta az ereje. Akkor élettelenül elterült a földön. Arra eszmélt fel ájulásából, hogy egy tollas ruhájú, vidám képű, furcsa alak költögeti. Hát te ki vagy? Kérdezte meglepetten. Én Papagéno vagyok, a madarász, felelte a fickó büszkén. Nagy keletje van a madaraknak, akiket sípommal lépre csalok. A királynő hölgye is tőlem veszik őket. Az
Királyfi csak ekkor vette észre a hatalmas kígyót. Döglötten hevert a földön, és három dárda állt ki a hátából. Te ölted meg ezt a félelmes fenevadat? Kérdezte a madarásztól. Ki más, mint én? Felelte az büszkén. Ám ekkor három szép hölgy lépett elő az erdőből, és egyikük nagy lakatot kattantott a madarász szájára. Így hencegi máskor Papagénó a más tetteivel, mert mi öltük meg a kígyót. Majd a királyfihoz fordult, és így szólt. Daliás herceg, az éj királynőjének birodalmában vagy, ő a mi úrnőnk. Hírét vette jöttödnek, és ezt a képet küldi neked. Átnyújtotta az ifjúnak Pamin a remek művű arcképét. A lány szépsége láttán Tamino szívében oldhatatlan szerelem gyulladt. Vagy ő lesz a párom, vagy senki, kiáltott fel elragadtatottan. Ekkor mennydörgés és villámok közepette megjelent az éj királynője teljes pompában. Tamino királyfi, szólt a tünemény beízelgő hangon, egy megtört szívű anya szól hozzád. Egyetlen lányomat, Paminát, elrabolta egy gonosz varázsló. Ha a lányom képe megnyerte tetszésedet,
és ha van szívedben bátorság, királynőm, felelte Tamínó, én már is szeretem lányodat, Paminát. Egy életem, egy halálom, megszabadítom őt és elrablóját megbüntetem. Ez a válasz méltó hozzád, nemes Tamínó, szólt az éj királynője. Indulj hát a tűzhegyen túlra, az álnok Sarastro birodalmába. Vidd magaddal ezt a bűvös fuvolát is. Ha baj ér, ez megsegít. Csak bele kell fújnod. Átnyújtotta az ifjúnak a varázsos hangszert, és ahogy jött, elenyészett a levegőben. A hölgyek ekkor levették a lakatot Papagéno szájáról, és így szóltak. Most pedig rajta, ifjak, induljatok a nagy útra. Induljunk, kiáltott a madarász. Én ugyan nem töröm ki a nyakam az ő paminájáért. Még ha én rám is várna ott egy helyre leányzó, egy hozzám illő papagéna. Aki keres, az talál, mondta az egyik szép hölgy.
Ne légy hát gyáva, Papagénu. Te is kapsz egy bűvös csengettyűt. Ha bajba jutsz, az segít rajtad. Fel hát, ifjak, kísérjen a szerencse utatokon. És íme, itt van három égi gyermek. Ezek mutatják az utat nektek. És valóban ott termett három angyalarcú fiúcska, és halkének szóval megindult az ösvényen. Tamino és Papagénu a nyomukban. Fárasztó bolyongás után megérkeztek a szentély kiesligetéhez. És ami még senkinek sem sikerült, nekik igen. Akadálytalanul beléphettek Sarastro kis birodalmába. A két vándor ámulva tekintett körül a bűvös szépségű kertben. Egy pompás kastély előtt megálltak. Úgy sejtem, hogy itt őrzi Paminát a gonosz varázsló, szólt Tamino, és átnyújtotta az arcképet Papagénónak. Menj, barátom, keresd meg a kastélyban azt, akit ez a kép ábrázol, és vezest hozzám. Arra távolabb látszik egy szentély. Én most oda igyekszem, mert bizonyosan ott nézhetek szembe a gonosz varázslóval. Papagénó hát ment Paminát megkeresni. Tamino pedig a szentély kapuján zörgetett be. Mit keresel itt, merész ifjú? Kérdezte az ősszakállú pap, aki kaput tárt neki. A szépséget és az igazságot, felelte Tamino elszántan. Akkor jó helyen jársz. Hogyan? Ez nem a gonosz Sarastro birodalma? Vakmerőn és meggondolatlanul szólsz, ifjú, mondta a pap rosszallóan, de harag nélkül. De hiszen Sarastro elvette az anyjától, és fogva tartja Paminát, fakadt ki a herceg. Úgy van, de ebben nem a gonoszság vezérelte. Ó, bár hihetnék neked, sóhajtott az ifjú. Bár tudhatnám, éle az én szerelmem, Paminám. Erről nem szabad szólnom, felelt a pap. De ha szándékod és szerelmed igaz, akkor hamarosan választ találsz a kérdéseidre. Eközben Mina a kastély egyik szobájában búslakodott magában. Mert bizony egyre gyakrabban gondolt édesanyjára, és már nagyon vágyódott utána. Bánatában elnyomta az álom, és így talált rá a vidám madarász. Rögtön előkapta a képet. Lássuk csak! Szőke haj, megvan. Kék szem, rendben. Eperajak, ez is összevág. Akármi legyek, ha ez nem az éj királynőjének a lánya. E szavakra Pamina felnyitotta a szemét, és a furcsa fickóra bámult. Az éj királynőjéről beszéltél? Te ismered anyámat?
Hogy ismerem-e? Düllesztette ki a mellét Papagénu. Én a legkedvesebb alattvalója. Egyenest ő küldött érted, no meg a gazdámat, a daliás Tamino királyfit. Ő egyébként nagyon szerelmes beléd. Azért jöttünk, hogy kiszabadítsunk innen. Ó, hát valóban viszont láthatom anyámat, kiáltott fel boldogan Pamina. És egy daliás királyfi jön értem, aki szeret. Vezess, vezess, drága madárember, vezess a gazdáthoz. Elindultak a kastély zegzúgos folyosóin. Közben Tamino, aki egyedül volt a szentélyben, egy ismeretlen birodalomban, szerette volna látni már Paminát. Nem tudta, merre induljon. Hát játszani kezdett fuvoláján. Mint hogyha szellem szólna benne, csoda hangja a lángja.
Oh, e hang papagino volt. Tan rata la parola volt, és együtt vannak ott vejön. Pamina és Papagéno még gyorsabban igyekeztek, és épp az őrség karjaiba futottak. Papagénónak eszébe jutott az intelem, és megzendítette csilingelő csengőjét. A bűvös hangokra a marcona őrök mind énekelni kezdtek, és táncra perdültek. Szökevények közben futottak tovább, termeken, szobákon át, folyosókon végig, amíg csak a szabadba nem értek. Ott pedig Sarastro méltóság teljes alakja magasodott eléjük, papjaitól körülvéve. Pamina reszketve borult a főpaplába elé. Nem tudok hazudni neked, bölcs Sarastro, mondta. Szökni akartam, mert már annyira kívánkoztam anyám után. Te pedig soha nem engedtél hozzá. Büntess meg, rászolgáltam. Sarastro gyengéden emelte fel a leányt. Ne félj, kedves Pamina. Megértem én gyermeki szíved bánatát. Ám végre meg kell most tudnod azt, amit eddig kíméletből elhallgattam előled. Azt, hogy anyád a gonoszság erőivel szövetkezett. Ha visszaengednélek hozzá, sosem találnál többi a tökéletesség útjára. Nehéz és meredek ez az út. A gyenge nőnek nemes szívű és erős társ kell, hogy végigjárhassa. E pillanatban tiszta dallam csendült fel egy fuvolán, és minden jelenlevőnek a szívét boldog érzések töltötték el. Tamino jelent meg, és amint megpillantotta Paminát, habozás nélkül eléje lépett. Te vagy hát, akit kerestem, kiáltotta. Te vagy hát, akit vártam, suttogta Pamina, és boldogan simultak egymás karjaiba. Sarastro szeretettel nézte őket, majd így szólt. Íme az istenek elvezérelték Paminához a nemes szívű társat. Jertek most, kedveseim, és lépjetek velünk a szentélybe. Még kemény próbák várnak reátok, kérjetek hát segítséget az éghatalmaitól. Ha ezeket a próbákat derekasan megálltátok, akkor lesztek csak méltók egymáshoz és szent körünkhöz.
A szerelmeseknek, akik épp csak egymásra találtak, hamarosan újra el kellett válniuk. Tamino és fű kísérője Papagéno szurok sötétben találta magát. Kisvártatva egy pap hangja szólalt meg. Készek vagytok rá, hogy kiálljátok a próbákat, bármilyen nehezek lesznek is? Pamináért mindennel megküzdök, jelentette ki Tamino. Nem úgy, Papagéno, ő csak sopánkodott. Még hogy próbák, meg küzdelem, meg jaj és baj. Nekem a harc nem kenyerem. Ha megvan a kunyhóm, enni és innivalóm, no meg egy takaros kis asszonyka. Sose lesz asszonyod, ha a próbáktól megriadsz, figyelmeztette a pap. Pedig Sarastro, neked is tartogat valakit, akinek Papagéna a neve. Halljam át, sóhajtott a madarász. Miből is áll az a próba? Az első próbatétel a hallgatás, mondta a pap. Akárki akármit kérdez, egy szóval sem válaszolhattok neki. Mire a táj kivilágosodott, eltűnt a pap. Papagénóban viszont feltámadt a szomjúság. Nem is titkolta ezt, kimondta kereken, hiába volt Tamino figyelmeztetése. Tüstént megjelent egy töpörödött anyóka, és kancsót nyújtott neki. A madarász boldogan meghúzta, ám igen fancsali képet vágott, mert a remélt bor helyett vizet kortyolhatott. Mondd csak, hány esztendős vagy anyókám? Kérdezte. 18 éves és 10 perces. Én is épp annyinak néztelek, levetett Papagéno gúnyosan. Hát aztán mátkád van-e? Van bizony, felelte az anyóka. Papagéno a neve? Kicsoda? Ugrott fel a madarász. Hát akkor te volnál a... Az anyóka azonban egy szempillantás alatt eltűnt, és hatalmas mennydörgés hallatszott figyelmeztetésül. Eljárt a szám, kiáltott fel Papagéno ijetten. Tamino nem szólt semmit, csak a fuvoláján játszott egy édes búzsdallamot. A hangokra rögtön ott termett Pamina. Megleltelek hát, szerelmem, kiáltotta. Azt hittem már, hogy elhagytál, elfelejtettél. Ugye szeretsz? Tamino hallgatott. Hogyan? Szóra sem méltatsz. Mi történt veled? A királyfinak majd a szíve szakadt, de hősiesen hallgatott. Jaj, látom, már kemény a szíved, sóhajtott a lány keservesen. Miért is bíztam szerelmedben? Most már vége mindennek. És elfutott vissza egyenest a szobájába, hogy jól kisírja magát. Nem más várta ott, mint az éjkirálynője, égköves palástban és csillagos koronával. Pamina hirtelen elfelejtette nagy bánatát, és kitárt karral futott anyja elébe.
Ám a királynő hátrább lépett, gyűlölet és bosszúvágy égett a szemében, és így szólt. Nem vagy a lányom, amíg él közös ellenségünk, az átkozott Sarastro. Ez a tör fogjad, kiáltott a királynő. Ezt mártsd el rabló szívébe. Ember töljek, anyám, ezt nem kívánhatod, nyögte Pamina. Hallgass egy szót se! Ha ezt megtagadod, nem vagy a lányom, és nem láthatsz soha többé. E szavakkal a gonosz királynő eltűnt. Pamina ott maradt, reszkető kezében a törrel. Ahogy felpillantott, Sarastrót látta maga előtt. A fegyver a földre hullott kezéből. Uram, bizonyára mindent hallottál, mondta a leány remegő hangon. Könyörgök, ne állj bosszút anyámon. Elvesztett gyermeke után búsul. Sarastro megsimogatta a síró leányt. Ne félj, Paminám. Mindent tudok anyádról, de itt, e szent helyen, nem forral senki bosszút. Oh.
Most pedig jöjj velem. Vár rád Tamínu, aki eddig derekasan helytált. E perctől kezdve együtt kell állnotok a próbákat. Tűzön vizen át. Ez volt a szerelmes pár végső próbatétele. Elsőként lángtengeren, majd megáradt vízen kellett áthatolniuk. Mélyen egymás szemébe néztek. Kezük összekulcsolódott, és megindultak a félelmes úton. Tamínó varázsos fuvolájának hangjától félrehajlottak a sziszegő lángok. Utóbb pedig hátráltak a háborgó habok és kavargó örvények. Ők pedig biztonságban jutottak át a túlpartra. A muzsika meg a szerelem varázs ereje átsegítette őket minden nehézségen. Sarastro már várt rájuk papjai körében. Dicsőség a hősi párnak, zengte a szent férfiak kórusa. Méltóvá lettetek az avatásra. Hát, szegény Papagénu, ő bizony egyedül maradt. Nagy sötétség borult rá ismét, és villámuk meg mennydörgés ijesztgették. Most bánta csak igazán, hogy próbákra adta a fejét. Amint egy papot látott fáklyával közeledni, eléje futott, és könyörgőre fogta. Csak egy kancsó bort, jó uram, és én lemondok az avatottak dicsőségéről. Megkapta a bort, és mivel a sötétség megint oszladozni kezdett, jó kedve támadta madarásznak. Most már igazán csak egy tűzről pattant lányka hiányzik a boldogságomhoz, rikkantotta. Ha nem jön a nő, ha nem jön a nő.
más mennyecske lenne, úgy detelne a kedvem benne. A csóra asszonyi száj, a kedvemben jó volna már. Megcsókol egy édes kis száj. A csókolna asszonyi száj, a kedvemben jó volna már. De jó volna már. E szavakra megjelent az anyóka, aki nemrégiben vízzel kínálta. Hívtál, Papagéno? Itt vagyok. Én híven szeretlek téged. Nyújtsd hát a kezedet. Papagéno ilyettében félrenyelte a bort. Jaj, nem jó ám a házasodást elhamarkodni, krákogta. Lehet, hogy mégis aglegény maradok. Maradsz ám étlen, szomjan a sötét birodalomban, kacagott az anyóka. A madarász megvakarta a feje búbját. Azt mondod, akkor üssek ő, inkább legyen egy ilyen vasorú bába a feleségem. Hű, maradsz hozzám? Hol Tomiglan tubicám? Az anyóka erre ledobta az álarcát meg a rongyait, és egy pirosló orcájú, karcsú ifjú leányka állott a meglepett legény előtt. Papagéno! Kiáltott fel boldogan a madarász. Papagéno! Mosolygott rá szerelmesen a leányka. Két boldog fiatal átölelte egymást, és ők is elindultak a szentély felé, ahol már minden készen állott a hős Tamínó és az erős, szép Pamina avatására. Sarastro Tamínó és Pamina homlokára tette az avatottak koszorúját. Szeretet és bölcsesség kísérjen utatokon, gyermekeim,
mondta Sarastro meghatottan. Immár az egész világra a bűvös nap körveti áldó fényét, és segít nektek is, hogy szelíd uralmatuk alatt kivilágozzék a boldogság az emberek világában. Az éjkirálynőjének uralmát megtörte saját gonoszsága és hatalomvágya. Eltűnt a végtelenében. Győzött a szerelem, a fény és a jóság. Már lángol a napfény, az éj messze tűnt, a nap messze űzi a földről a bűnt. Thank you.